B. Király Györgyét a Karizma Style öltöztette. A divatos nő egészséges, sikeres és boldog. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott, egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel. Köszöntöm nézőinket! Én azt gondolom, hogy az önök társaságában is élnek olyanok, vagy legalábbis ismernek olyanokat, akik elkésnek, vajon miért teszik. Erről beszélgetünk ma női szemmelben, már is mondom, hogy kivel mellettem, Szabó Anikó, a Turaida Színház színésznője, szevasz Anikó, Görög Ibolya, protokoll szakértő, és hát a harmadik pedig kollégám, az egykori híradós rádiós műsorvezető, Bajer Ilona. Nagyon örülök, sziasztok, hogy itt vagytok minden hárman. Ha megengeditek, akkor egy idézettel folytatnám, és akkor ehhez persze fel kell tenni a szemüvegemet, és már is olvasom. A pontosság nem csak a királyok udvariassága, hanem minden felelős, rangját ismerő ember kötelessége. Elsőrendű ember az, aki érdek nélkül pontos. A lomha, a nyegle, a frivol ember mindig késik. Az ilyen ember végül is lekésik az élet nagy találkozójáról, önmagának megismeréséről. Márai Sándort idéztem, talán rájöttetek. Egyet értetek azzal, ahogy a nőit jellemezte, az elkéső embert? Ibolya. Protokoll szempontból azért ezt hagyj közelítsem meg. Másképpen. Darmas Iván mondta azt, hogy aki engem várakoztat, engem kicsit meg is öl. Mert az időt nem lehet senkinek visszaadni. Tehát felelőtlenség bárki idejével gazdálkodni. Tehát nem illik késni. Az ugye, hogy mondjuk színésznők, meg művésznők, ugye, hogy hát ők késhetnek. Innen azt mondom, hogy a profi meg ott van időben. Tehát ez a különbség. Nem, nagyon nem illik késni. Diplomáciában ez az országokat sérti meg. Tehát ezért akár még háborúk is lehettek a középkorban. Nagyon nem illik. Előfordul, de nem illik. Nagyon, a gyenge ember érve. Egy protokoll szakértő az nem nagyon késett el életében. Hát én nem, én erre betegesen nagyon vigyázom, és hogy a randevú volt, vagy szakítani kell egy pasival is, oda megyek, akkor se késsel el, ha szakítasz. Szakítok, elmegyek haza, az kész, le van tudva az egész. Nulla óra, nullakor szakítunk. Tehát nem éri meg húzni a döntést. Sokszor azért késnek ilyen nagy emberek, ugye a nagyok, mert hogy olyan szituációban fognak keveredni, ahol a döntésüknek súlya lesz. Hát kicsit mert az később, kényelmetlen. Igen, hát ha majd és később, akkor tolom. És ezáltal a saját gyengeségüket árulják el. És gondolódik meg. Hát ez meg a másik. A késődelen fél órájával. Te késős nő vagy, vagy egy színésznő nem késhet el? Nem. A próbáról se késhet el? Nem. Nem. Én azt szokták mondani, legalábbis a párom is mindig azt mondja, hogy én nem vagyok klasszikus nő. Tudnélik. Nem, tényleg. Én mindig pontos vagyok. Én a pontosság, mint ahogy a királyok erénye, én úgy gondolom, hogy a pontosságommal a többieket tisztelem meg, hogy amit megbeszélünk, akkor én ezt pontosan betartom. És van egy nagyon érdekes dolog, ezt most csak úgy felvetem nektek, hogy nálatok ez hogy működik, a csajoknál, de nálam például van egy belső biológiai óra. Az nekem olyan pontosan működik, hogy néha nem is kell megnéznem, hogy most hány óra van, hanem érzem az időm, és pontosan ott vagyok, és pontosan csinálok mindent, tehát nem kések el. Jó, mondjuk lehet, hogy 5 perccel hamarabb ott vagyok, de inkább előbb, mint utóbb. Igen, nálam is ilyet ez a biológia óra, korábban ott vagyok. Vagy először ébredek, mikor az óra csörög, igen, és hajnalban mondjuk 4-kor kell kelni, fölhúzom az órát 4-re, és 4-5 percen én már fölébredtem. Így van, sajnos nem tudok aludni. Téged azért hagytalak utoljára ebben a sorban, hogy késünk, nem késünk, mert abban egészen biztos vagyok, hogy egy híradós, akinek az a lámpa kigyullad és meg kell szólalnia, az hétszentség, hogy nem késik. Tehát te arra vagy trenírozva, mint ahogy én is krónikásként, hogy nem késünk, mi pontosak vagyunk, megbízhatóak vagyunk. Ez így van, ez egy óriási iskola volt. Én egyébként előtte voltam rádiós, a televíziózás előtt, a híradózás előtt, már rádiósként is nagyon pontos voltam, de valahogy a családból hozom én ezt az illemet, mert ez egy viselkedési forma, hogy akkor most ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, link vagyok, vagy nem vagyok link. Mert azt mondod, hogy a késés az összefügg a megbízhatósággal is? Én azt gondolom, hogy igen. Feltétlenül a másik megbecsülése. És én roppantul mérges
képes tudok lenni, amikor például egy közlekedési szituációban, vagy más miatt, amikor más miatt késtek, például ma reggel a fogorvosomtól, nem késtem, de amikor láttam, hogy milyen a forgalmi helyzet, és az meghadutolta a szokásost azon az útvonalon, rögtön hívtam főleg a mobiltelefonok korszakában az asszisztensnőt, hogy valószínűleg 5 percet kések, na már most nem késtem, véletlenül odaértem, annak ellenére, hogy... De akkor is legalább tudatom, tehát manapság már... Na most akkor te ugye ahhoz a típushoz tartozol, aki egy nem késik, 2. Ha mégis késik, akkor baromi rosszul érzi magát. Á, rosszul bizony. De szól. És szól. Igen. Én rögtön szólok, igen. És akkor, igen. És milyen érdekes, amint szólok, van, amikor az ember valami miatt nem tud szólni, de ha szólok, akkor mindig oda is, igen, és akkor mindig oda is érek. Tehát, mint hogy az esernyő is, hogyha nálam van, akkor soha nem esik az eső, de ha nincs, akkor a nyomorult ellen. És hogy van olyan, hogy leszakad a híd, leáll a forgalom, létezik. Hogy ne? Oda kell szólni, és tudom, valaki előadást megy tartani, én például soha nem megyek el kontaktszemély telefonszáma nélkül, mert ha deltántán olyan forgalom van, akkor szólok, és ilyenkor neki be kell menni, és meg kell mondani a hallgatósnak, hogy telefonáltam, elnézést kérek, forgalom van. Meg amit még szoktam tanítani egyetemistáknak különösen, hogy 3 perceket készni a slendriánság. Akkor már késsen egy órát. Stílusa van. Hogy lopni igazán nem szép dolog, sőt egyenesen. Igen, de kicsiben, szóval ha már sikert valaki, akkor már legalább 10 millió vagy 20 millió. Az újságírásnál maradva, meg ugye annál, igen, hogy én is 23 évig krónikáztam, nyilván megszoktam, hogyha a piros lámpa kigyullad, akkor én nem utána fogok, nekem ott kell ülni, és a számot ki kell nyitni. De volt egy munkatársam, egy kolléganőm, egy az írott sajtóban dolgozó kolléganőm, aki mindig minden sajtótájékoztatóról elkésett. Tehát ő bevonult. Tehát eltelt, hát tudod, attitűd, ez egy típus, női attitűd. Hogy figyelj, persze, pontosan. Így van. Tehát eltelt 15-20 perc, megengedhette volna magának, de véletlenül se jött oda az elejére. És eltelt ez a 15-20 perc, amit ő ugye az expozét nem hallotta, amikor fölvezettek, mert ugye ettől még megkezdték a sajtótájékoztatót. És mindig ő volt az első kérdező, ez is egy rituálé, és azzal kezdte, hogy nem voltam itt az elején, persze, hogy nem volt itt, és föltette azt a kérdést, amit elmondtak a 15-20 percben, és tudták azok, akik ott voltak. Igen, ennyi esze már volt. Nyilvánvalóan, ő nyilván ki akart emelkedni a zárhagból, a tömegből, meg akarta mutatni magát. Elizabeth Taylor azt mondta, hogy a temetésére, végrendeltében, hogy a temetésére késve vigyék be a koporsóját, mert ott is késni akar. És nekem egyszer egy konferencián, illatkonferencián egy ilyen nagy nemzetközi parfüm szakértő, nagy-nagy parfüm királynő volt meghívva, és 20 perc, és 25, és nem megjött, hogy tudod, Ibolya, a művésznők, vagy a primadonna mindig késik. És én meg akkor mondtam, hogy a profi meg ott van időben. Nem tudtam más választ. Tehát ez egy attitűd, ez megint egy pótlék. Egy pótlék, hogyha ott lenne időben, és nem kérdezne butaságot, akkor nem figyelnek föl rá. Így van. Tehát ez valami pótlék, igen. Igen. A környezet illetve a többieket, hogy figyeljenek rá. Hogy fölfigyeljenek, és mivel az okosságával, eszével, tehetségével nem tudja, ezért kitalál egy módot. Olyan dolgot, amit től fölfigyelnek rá, vagy emlékezzenek rá, hogy jó, hát ez volt az a kérdés. Mindig kések, ha mi büszke rá, szóval ezt már sokszor mondják. Volt egy hihetetlen történet, nagyon utáltam, de hát világpolitika, hát nem lehetett befolyásolni. Nem értettem ugyan az okokat, de az öbölháború idején Kadhafi egy nemzetközi sajtótájékoztatót hívott össze, mert ő akkor jó fiú akart lenni. Én már a részletekre nem emlékszem, de arra nagyon, hogy nem igazán értettem, hogy én nem vagyok külpolitikus, és nem vagyok arab szakértő, nota bene arabul se beszélek. Na hát akkor miért engem? Na ennek hosszú sora van, mindenesetre a bécsi nagykövetség azt szerette volna, hogyha én megyek. Hát ennek volt egy oka, mert ők azért valószínűleg nagyon jól tájékozottak, én akkor híradós voltam, egy hétig ott ültem, és 7:30-kor vezettem a híradót, és nyilván ők azért tájékozottak, ha a nagykövetség ott volt, és itt csak egy kirendeltség, hogy hát ezt a nőt lehet, hogy kedvelik éppen az emberek, szóval ezt szűrték le, gondolom. És hogyha ő mondja a tudósítást, ne, lesz ott tolmács, nem az a lényeg, hogy külpolitikus legyen, nem az a lényeg, hogy arabul tudjon, majd elintézünk mindent, hogy neki elhiggyék azt, amit majd hoz tudósításként.
és már a 1000 újságíró ott volt, a másik 1000 éppen útközben, és mi a Ferihegyen töltöttünk majdnem egy egész napot úgy, hogy negyed órán volt, hogy összepakoljam a nem tudom hány bugyit, meg a blúzt. És elértél az és akust, nem. El se indultunk, tehát a Ferihegyen töltöttünk, hát több mint egy fél napot. És mi lett aztán az egészből? Semmi. Lefújták a sajtótájékoztatót, mert... Na, hát kata, mert Ez aranyos. Na most én attól majd megőrültem, hogy van egy negyed órám, ugye ez is a késlekedés, az idő, hogy ne rabolják az én időmet, engem három gyerek várt itthon. Negyed órám volt arra, hogy összepakoljam a bőröndöt, telefon útközben, hogy jöjjön valaki, aki a gyerekekre vigyáz, mert babysitterre pénz nem volt, annyira meg voltunk fizetve a Nagy Magyar Televízióban annak idején. Ez ma már nem így van. Ma ez nem így van. Ma már ez nem így van, és nem kell pontosnak Na de mi a hőskorban dolgoztunk, ne felejtsd. És bennünket megtanítottak egyre s másra, úgyhogy én akkor halálosan pipa vártam a dologban. Egy ilyen hiper-szuper, ez az ilyen general management company, műportás, meg minden volt. És oda mentem 5 perccel korábban, persze, hogy megérkeztem, és vártam, és 40 percet beszéltünk meg, hogy addig fog tartani, és 20 perc után mondtam a recepciósnak, hogy legyek, és nézem nekem egy másik időpontot, mert a hátra levő idő már nem lesz elég. Uh-huh. És pont akkor jött a nagy hiper-szuper, aztán rám néz, mondom, hát azt hiszem, hogy 20 perc alatt nem fogjuk tudni megbeszélni, és én itt voltam időben, úgyhogy sajnálom, akkor talán majd legközelebb. Jaj, dehogy tessék befáradni, jaj, izé, kis kávécska, hogy tetszik minden. Úgy megdöbbent, mert erre neki még nem volt példa az életében. Nem vagyok köteles várakozni sem. Nyilván valamennyit igen. Hát egyébként, amikor még ugye miniszterelnöki protokoll főnökként dolgoztam, az ott volt egy-két olyan szituáció, egyik miniszterelnök, már most nem mondjunk neveket, jó, mert nem mindegyik halt még meg. Tehát már úgy értem, hogy nem akarok megbántani embereket. Vártuk a brit védelmi minisztert, aki pár hónap után már NATO főtitkár lett. Ezért tudjuk ám szűkíteni, akkor hogy honnan kell választani, mert még él. És vártuk ezt a föl is. Úgy volt megbeszélve, hogy a miniszterelnök, mivel a parlament üléséről jön ki, a kupolateremben találkozunk. És én hoztam föl a brit miniszterelnököt, és vártunk, és azt mondja 20 perc múlva, hogy úgy látszik, hogy rossz napra emlékszem. Hoppá. Hát én süllyedtem be a padló alá, ugye? És rohantam a titkárságra, és mondtam, hogy hát Marika drága, hát miniszterelnök úr, brit védelmi miniszter, hát miért, hát ki a miniszterelnök? És azért nem volt igaza, mert bármilyen rangú ember mondhatja azt, hogy nem, én őt nem fogadom, joga van. Igen, de ha kimondta, hogy fogadom, pontosan, abban a percben a vendég a főnök. De ott van Putyin. Hát egyedül a pápát nem várakoztatta meg. Merkel azt, hogy 4 óra hosszát várt. Hát Obama 1 órát várt. Igen. Nem tehát is tudom, hogy a Merkel azt mondja, hogy nem várt volna, nem is. De nem is volt ő híradós. Igen. Szóval ezért mondom, hogy a politikában különösen súlya van. Meg ő is értő, nem? Most mondtál valamit, én elolvastam erre a beszélgetésre készülvén, Szendi Gábornak ismeritek nyilván a pszichiátert, a késésről szóló tanait, 3 típust különböztet meg. Az egyikben most így beletenyereltél, azt mondja, hogy... aki azt mondja, hogy szociális méretkülönbség van közöttünk, és miután te lejjebb vagy azon a bizonyos létrán több szempontból, egzisztenciálisan, hatalmilag, politikailag, anyagilag, én megengedhetem magamnak, csak úgy, mert hát az én nagyúri szeszélyem, itt van az élő példa, hogy hát nem. Kérdése, ugye? Pontosan. Tehát megengedhetem magamnak a köztünk lévő szociális méretkülönbség miatt. Ez nagyon ronda. Nagyon ronda. Gondolkodásmód. Igen. És mi volt még a másik? Na de ettől még vannak ilyenek, mert ez nagyon ronda. Hát persze, hogy vannak. Nagyon ronda emberek is vannak, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is, bocsánat. A második volt, ez a bizonyos késés játszma, amire én az előbb felhoztam a újságíró kolléganőmet példaként, ez a bevonulok, és ő azzal magyarázza ezeknek az embereknek, a fel akarom hívni a figyelmet, semmiképpen nem vagyok nonkonform, hogy nem kaptak gyerekkorukban elég figyelmet, és érte őket, és mert ő leás oda, ahova le kell ásni, és most ő mindenképpen fel akarja hívni magára a figyelmet. Tehát amit nem kaptam meg anyától, apától, a nagyszülőktől, azt most én megkapom a társadalomtól, vagy az én közegemtől, igen, ez volt a második, és nekem a harmadik tetszik a legjobban, tehát nekem az a legjobb pofám, a mágikus késő.
És azt mondja, hogy van egy olyan csoport, mágikus, igen, akiknek a számára a nagyon elvarázsolt gyerekkor a nagyon fantáziadús emberek, tehát itt semmi szociális, semmi figyelem, semmi ilyesmi nincsen, hanem ő ugye nagyon-nagyon erős fantáziavilágban élt, és felnőttként sincsen sok köze a realitás érzékhez. És azt mondja, hogy ez az embertípus képes arra, hogy nagyon nagyokat tud álmodni, meg is tudja valósítani, miközben zéró az ő időérzéke. És ha neki valahova semmi szándékosság el kell mennie, akkor ő készül, tehát ő mindent megtesz. Ja, hogy már csak 5 perce van hátra, és ja, hogy már csak maga a helikopteren érne oda, hát Istenem. Tehát, hogy az ilyen elvarázsolt figurák. Na, ez a harmadik. Nagyon mérges szoktam lenni, éppen a késések miatt, mert tényleg ne rabolják az időmet, de nem akár hol rabolják. Most nem tudom, hogy az elmúlt évet sajnos én nem töltöttem olyan helyzetben, hogy operába tudjak menni. Ennek a kórházolás volt az ok, ezt már elmeséltem. A lényeg az, hogy amikor legutóbb voltam, akkor 19 óra 20 perckor kezdődött az opera előadás. Tényleg a színházak miért kezdődnek mindig igen. kicsit később? A koncertek is. Van jó, de, koncert, de azért, gyerekek, bocsánat, szegény Ildikó. Na de azt két a rendeződött el, vagy az ügyelő, nem. Van egy olyan bevett színházi szokás, hogy tehát a, jó, nem indult. Köszönöm. Tehát van egy olyan színházi szokás. Egyrészt ugye az előadást elindítani addig nem lehet, amíg nem jelzi a nézőtéri felügyelő vagy a technika, hogy kész a nézőtér. Tehát beérkezett minden néző, aki jegyet, bérletet váltott és beült. Mert úgy gondoljuk, hogy az az 5 perc késés, az még belefér. Van egy protokoll, hogy hogy óra 10. Az a maximum, amit egy színház ki tud várni, hogy esetleg ugye közlekedési eszköz miatt villamos nem jött, a kocsival nem tudott parkolni, nem tudom, vagy a gyerek, de és későn tudtok el. Óra 10-kor, nem tudom elfogadni. Óra 10-kor viszont el szoktuk kezdeni. De hát megvan a protokolljuk. De megvan a protokoll. Nyilván a nézők valahol tudják, de azok, akik mondjuk óra után érkeznek, azoknak nyilván van valami, az csak néhány ember, tehát nem tömegesen érkeznek óra után, de az a néhány ember, annak nyilván megvan a magyarázható oka, hogy miért késett, vagy miért késett, de pont miatt találták ki ezt a színházi óra, 10 perces kezdést, hogy addigra mindenki beérkezik és a helyére ül, mert annál rosszabb nincs, hogy elindítasz egy előadást, igen, és elkezdesz játszani, és akkor lépnek, nem csak a színész zavarja, a nézőket is zavarja, hogy ott, elnézést, bocsánat, ott ülök bent a sor közepén, bocsánat, elnézést, tehát ilyenkor azt szoktuk mondani, igen. Bocsánat, kérjük a nézőtérieket, hogy aki egy óra 10 után érkezik, az üljön le a szélre, azt már nem engedik, hátul álljon meg, vagy ültessék le hátul, és majd a szünetben a helyére jön. Na de ez a 10 perces protokoll. Nagyon sok helyen sem engedik, és azt mondják, hogy menjen be szünetben. De a 20 perc az hogy jön az operában? Nyár volt. Tehát azért emberségesek vagyunk. Jó. Valószínűleg a külföldiek miatt gondolták ezt a külföldiek, mert ugye nyár van, és akkor jönnek a turisták, és javarész külföldiek voltak a nézők között. De a hátam mögött, meg előttem, meg mellettem azért az angol, a francia és a német egyfolytában mondogatta, még a francia is, ugye pedig mediterrán nagyonból érkezett. Igen. Azért ez már túlzás. 20 van, 19 van, hát 20, mikor kezdik már? Na most ahhoz, a protokollhoz képest, bocsánat, a gyerekem Ausztriában él 25 éve, és abból ő 15 évet ott táncolt. Na most a Baden is Stadttheaterben, ugye ahol nyáron, télen vannak előadások. Nincs nyár és tél, ott ha 19 órakor, 19-kor becsukják az ajtót, és egyetlen egyszer késtem egy percet, és csak azért engedte be, mert a Tominak vagyok a ma. Tomi, ő volt a kedvenc, a Tominak a mamája. Szóval ott nincs protokoll. Kultúra hogy építi ezt föl? Tehát melyik kultúra hogy vakadtatja ezt el? És a precizitás az nem. Egyébként Argentinában vagy Olaszországban, hát ott meghívnak este 9-re vacsorázni, és beállítasz 9:30-kor, akkor a háziasszony még hajcsavarokba, kondinéba, hogy milyen mi van, jöttél már. Mondd el, és aztán utána kérdezek. Várja, Ildikó története jön, aztán elmondom a csillai operatőrt is.
Bocsánat. Te, Anikó. Téged várunk, Anikó. Most. Ja, nem, ja, bocsánat, csak azt hittem, hogy a Szildikó még nem fejezte be. Téged várunk. Bocsánat, nem, csak... Nemzetek közötti dologra ott mondtad, hogy akartál valamit mesélni. De ez is megint név nélkül, de még a... Ez már még a rendszerváltás előtti időszakból való. Hát volt egy Csongrától nem messze Sóbri Jóska nevezetű szakács, de tényleg úgy hívták, mint Sóbri Jóska, tehát olyan azonos nevű volt, és hát nagyon jó szakács volt, az öreg Sóbri Jóska, én még találkoztam. Bocsánat, én még találkoztam vele. Lenevett azt a mikrofont. Nem, csak rátapadtam. És nagyon jól főzött, és akkor megrendelték tőle, hogy megy az egész vezérkar, leutazik, és ő már pedig készítsen nekik halászlevet. Kérdezte a Sóbri Jóska bácsi, hogy hányra készüljön el a halászlé, és akkor mondták, hogy este 7-re legyen kész a halászlé. Ő megcsinálta a Sóbri Jóska féle halászlevet, ami tényleg híres volt a környéken. Jóska bácsi megcsinálta, küldöttség nem jött, még mindig nem jött a vezérkar, 8-kor beállítottak, hogy megjöttünk, Jóska bácsi, itt vagyunk, hol a halászlé? Azt mondja, most már hagyják. És ott hagyta őket, mert ő időre elkészített, ezek késtek, és a halászlé már egy óra múlva már és nem az ő szakmai igen. Hiteléhez, hogy az időre hozzá, azt már nem lehet, már az akkor nem. Kell megcsinálni. Most képzeljétek el, hogy a híradó világában, ugye, ahol a másodpercek törtése is számít, még az Allende korszak után, befogadtunk chilei kollégákat. Hát nagy szolidaritás, és nem tudom, kinek volt a rettentően jó ötlete, hogy a híradóhoz, ez a latinos pontatlanság, vagy a mediterráneum, és igen. A igen. Beosztottak egy operatőr. Hát nagyon helyes volt az operatőr, de a 9-es induláshoz, amikor mentünk mondjuk a Fehérházba, onnan aztán már végképp nem lehet kérni, máshonnan se, és akkor jött 11 órakor. És akkor nem volt operatőr, mert ugye őt osztották be. Na most ezt kb. 2 hétig bírtam, és azt mondtam, hogy na, vagy ő, vagy én. Osszátok be valamelyik művészeti magazinhoz, ahol mondjuk nem nagyon számít, hogy a szobrászhoz most éppen úgy értek be, vagy nem, de hát azért mégse lehet ez az Andreotti olasz külügyminisztert megvárakoztatni, aki ment éppen. Ez az ICA sztoria szerintem egy dolgot nagyon jól bizonyít, hogy mennyire különbözőképpen kezeli az időt a nyugati ember, a mediterrán vidéken élő ember, a keleti, az indiai, iszonyatos nagy a szórás. Az idő tisztelete is a kultúrákban más és más, de azt azért el kell, hogy mondjam, már ehhez is mondanék, de most visszafogom magam, hogy most nem arról beszélek, amiről először akartam, hanem azt, hogy ezek az emberek, tehát olasz, vagy dél-amerikai, vagy bármilyen latinosabb vérű is, amelyik ugye az idővel lazán bánik, hogyha ő kormányhivatalban megjelenése van, színházban megjelenése van, tehát amikor tétje van, akkor ő is pontos. Tehát amikor olasz delegációnk volt, akkor annyit alkalmazkodtam, hogy nem azt mondtam, hogy 9:30 indulás a szállodából, hanem azt írtam a programjukba, hogy 9:45 indulás a szállodából, mert ott még késtek. De már a rendezvényen magán ők is tudják, hogy nem lehet. Nekem egy ilyen drámai történetem volt a késésről. Hát te tudod nagyon jól, hogy ha egy élő műsort csinálsz, meg egy hírműsort, hát az előtte néhány perccel készül el. Tehát a kollégák jönnek folyamatosan a riportokkal, főesemény, ilyen esemény, olyan esemény, rakod össze. Tehát mondjuk a déli krónika kezdete előtt egy olyan 4 perccel készült el a végleges műsorvezetői szöveg. Az a 4 perc az arra volt elég, hogy én átérjek, ahol összeraktuk abból a szobából, ahol a szerkesztőasszisztens már tudta, hogy mi a dolga, ő már ott volt, a szerkesztő a tekercsekkel, hát ugye akkoriban még tekercsekről ment, tehát ugye a hőskorról beszélünk, ő is ott volt, a technikusok ott ültek, tehát tudtad, hogy már csak neked oda kell sétálni, bekerülni a stúdióba, ott van a bemondó, aki majd mondja a híreket, tehát hogy ugyanúgy minden rendben lesz, amíg a 4 perc alatt, amíg én átsasszézok. És ugye ment a 32-esből a krónika, igen ám, csak elfelejtették nekem megmondani, hogy technikai felújítás van. Oho, nekem is van ehhez egy történetem. És én átmegyek, ha mások, 12-kor indul a déli krónika harangszó, most az én életemről beszélek. Igen.
12 előtt 4 perccel elegánsan, ahogy máskor szoktam, felállok, hiszen 2 perc az átét, tehát tudod, hogy mennyire ott érsz át, és minden rendben van. Igen, ám odaérek, nyitom az ajtót, és be van zárva kulcssal. Nyitom a másik ajtót, a technikusokét be van zárva kulcssal. Nézem az órám, 1 perc múlva 12, ájulok el, mert most ilyenkor mit csinálsz? És mondja az egyik technikus vigyorogva nekem, hogy Györgyi, hát most fönn van a nem tudom melyik stúdióban az emeletem. Az jó. Oda megyek a lifthez, hát persze, hogy nem jön a lift. Hát ez az, megnyomod a gombot, a lift az nem jön. Hát felrohantam, mert most mit csinálsz, mert a kötelességtudat benned van. Igen ám, a harangszó már ment, az olyan 30-40 másodperc, amíg. Tehát mondjuk nyertem ennyit, beülök, és ez a jó napot kívánok. Tehát figyelj fel, iszonyú volt. Iszonyú volt. Két emeletet felrohantam, és aztán beültem, és elkezdtem beszélni. Nincs levegő, igen. És az valami dráma volt. Ennél nem, szóval ez a nagyon-nagyon ilyen rémálmos késési története. Rémálmos, de megoldottad, de nem te voltál a hibás. De pocsékulódottam meg. Na, előtte szólnak, hogy kérem szépen, nem oda, hanem ott. De akkor ő még légszomjátok, és jó, hanem itt van. Igen. Na most ennél csak egy rosszabb van, amikor az ember beragad egy liftbe, és nem tud kijönni. És ki se jössz. És ki sem tudok jönni. Na most ez, nálunk meg ez volt az aranyszabály, hogy adás előtt, ugye a stúdió, meg a newsroom, meg a vágószobák nem azonos szinten voltak, nem lehet lifttel, nem lehet paternoszterrel, egyáltalán csak gyalog. Tehát nekünk azt be kellett számítani. Tehát az okát már nem tudom, de ez 16 év híradózás alatt egyszer fordult, egyetlen egyszer, és ráadásul Pekemre szombaton fordult elő, amikor sokkal kisebb a forgalom, már kihalt a ház, az esti híradás, akkor már a művészeti műsorok már készítői hazamennek, nem vágnak. És beszorultál? Igen, elromlott a lift, és én ott álltam, és ráadásul tél volt, és én egy blúzban, mert ugye a stúdióban meleg van, tehát most én is a mikrofonomat tapogattam, szóval még ráadásul hideg is volt, és tudtam, hogy 5 perc se volt már adásig. Na hát, egyébként most nevetni fogtok, most, hogy erre gondolok, olyan a szám, mintha homokot nyeltem volna. Tudod, hány éve volt? 20 vagy 22 éve, és még mindjárt iszom egy kis vizet, mert érzem, hogy teljesen homokos a szám, és kiabáltam, dörömböltem, és véletlenül, de abban belegondolni is szörnyű, hogyha nem jön, véletlenül arra jött valaki, mert ez a hátsó liften, tehát nem a fő liften fordult, hanem a hátsó, ahol még kisebb a forgalom, és hallotta, hogy ordibálok, dörömbölök, mire csináltam, és akkor nagy nehezen kiszabadítottak. Nem késtem, de azt az 5 percet, látjátok, így szörnyű. Én meg ezzel álmodok. Amit kezdtél mondani, hogy a különböző kultúrák másképp állnak az idő, és milyen érdekes, hogy hát gondolom, hát olyat, hogy a Kínában ugye az idő az olyan van, hát ott nem sietnek. Ott nem lehet oda menni 3 napos tárgyalásra, ott rá kell szállni 10 napot, mert 3 napig csak beszélgetünk. Például nem szabad órát ajándékozni, mert az idő az a halál. Tehát ők ilyen lazán vannak. De hogyha protokoll van, akkor annyira másodpercre pontosak, hogy hihetetlen. Mert ugyanis a protokoll, amit azt hittük, hogy ugye hát az ugye a Konstantin császártól van, Kínában sokkal régebben, 3000 éve már van. A te hangod is elmegy mindjárt. A császári rendtartásokban kialakult protokoll, ott végképp nincs késés. Csak amikor már ott vannak, akkor már lassúak, de nem késnek el. Egyébként Indiában én 4 éve voltam, és forgattunk és csináltunk egy nagyon kasszuti filmet. Ugye bárhova elutazol, van egy programod, és akkor tudod, hogy ekkor indulok, ekkor odaérek, ezt megnézem, na ott ilyen nincsen. Tehát azt sem tudod, hogy hova jutsz, mert egyáltalán nem biztos, hogy oda fogsz jutni, abba a városba fogsz jutni, ahova elindultál. Az autók sorra robbannak le, na, hogy szerzel majd akkumulátort, mikor, hova érsz, tehát mondjuk 8 óra helyett megérkezel éjfélkor, tehát hogy egy idő után megszoktuk azt, hogy az időnek nincs jelentősége, az nem folyik. Nem vágyom Indiában. És másik, egyébként fantasztikus élmény, az európai embernek az első napokban furcsa. De megszokható. És viszont ennek ugye ott alapvetően hinduizmus van, de azért buddhizmus is. Tehát alapvetően azokban az országokban, ahol a jelennek
meg, bocsánat, a múltnak és a jövőnek nincs jelentősége, mert ők ezzel a két dologgal nem tudnak mit kezdeni, ők az aktuális mostban, a jelenben élnek. És ha te a jelenben élsz, akkor úgy csúszik minden, ahogy az. Ha te azt éled meg, hogy neked az időd most a jelenben korlátlan, akkor nincsenek meg ezek a határok, igen, meg ezek a korlátok, mint nálunk. Stressz. Hogy az stressz. Na, az sincs. Na, stressz, nincs az meg pláne nincs. Az pláne nincs. Mert mihez? Pontosan, a stressz faktor az idő. Aki késik, mert aki időre ott tud lenni, te se vagy. Meg akit megvárakoztatnak, az is stresszel. Az is stresszel, az is stresszel. Előtte, ahhoz, hogy én időre odaérjek, ezt kell csinálni, hogy tak, időbe elkészüljek, hogy időre odaérjek. Az egy stressz. Az, hogy az időre odaérés, és stressz annak, aki mondjuk nem ér oda időbe. De mind a kettő. Ha megöregszem, mint én, akkor rájössz, hogy ezt szépen meg lehet szokni. Már érdemes volt eljönni a műsorra. Nekem élettempóm az, hogy reggel 6-kor kidob az ágy, és pimparampap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 ampampapampampapampampapam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 p
dolgozni? Hát este, de, hát este mondjuk nem, de négy nő ebben a műsorban, akik nem a késős típushoz tartoznak, hanem akik ezek a takkos, pontos, nézem, ha kell, akkor stresszelek, de inkább megcsinálom azt, ami az én dolgom. Na most már csak az a kérdésem, hogy a ti partnereitek, azok például milyenek? Mert úgy nehezen tudnék elképzelni ilyen nyegle, lógós, majd odaérek, ha odaérek. Tehát, hogy ők is pontosak és precízek és megbízhatóak? Na, hát kezdjük a sort. Ott. Hát, hogy akkor is megyünk így körbe. Én nem nagyon tűrnék meg magam mellett ilyen nagyon linkóci embert. Egyébként igen, szóval aki késik, aki... Igen, az egyfajta jellemhiba, én azt gondolom. Nem az mindenképpen nem, hát így nem van. Úgyhogy nálam ilyen nincs. Gyerekeknél sincs, úgyhogy nem várakoztatjuk meg egymást. A fiamnál volt egy édes történet, azt azért elmesélem. Ő ugyan nem a párom, de hát ez nagyon, nagyon helyes. Ebből egy jelző is született. A tekercselő. Ő a tekercselő. Nem, Csévél, bocsánat, Csévél. Vele fordult elő, még kiskamasz korában kapott egy magnót, és már mindenki indulásra készen volt a nagy családban. Egyedül Tamás ment vissza a szobájába, elfelejtettem a magnót visszapörgetni, és viszem magammal, és szóval Csévélt. És utána bármikor, és ön képtelen nagyon, tehát velünk egy időpontban elindulni, mindig 4-5 perccel mi már Csévél. Az autóban ülünk, és akkor Tamás Csévél. Aha. És most már Tamás 45 éves lesz most október 15-én, hála jó Istennek. De ez az állandó eposzi jelzője. De Tamás, igen, Tamás, hol van Tamás? És akkor már a picike Csévél. Is mondja, hogy Csévél. szóval nem tudok mit mondani, mert én nem tűröm. Szóval nem tűröm, ez édes. Hát nekem családom, párom nincsen, már egy jó ideje, úgyhogy nekem egy nagyon-nagyon kényelmes életem van, viszont akikkel munkakapcsolatban vagyok, tehát amikor még protokollfőnök voltam a beosztottaimmal, vagy most a taxisom, vagy a tolmács, ha van a konferencián, vagy aki szervezi a konferenciát, ott nincs, ott nem tűröm. Uh-huh. Tehát nálam az olyan, hogyha ott valaki valamit nem tart be, akkor többet nem dolgozom vele. Mert megtehetem. Igen. Tehát mondom, nekem ebből a szempontból könnyebb az életem. Itt van a Szentiféle szociális méretkülönbség, csak a másik oldalról most. Tehát igen, hogy igen. Én megtehetem, hogy nem tűröm el a hogy késést. Nem tűröd el. Igen. És vagy legalábbis igen. Összehúzom a szemöldökömet. Na, ő egy nagyon precíz és egy nagyon pontos ember, profi, ahogy Ibolya mondta. Nagyon komolyan veszi a határidőket, időpontokat, mindent az ég adta világon. Tehát, hogyha valahova el kell menni időre, akkor ő időbe beül, nem késik, ott van pontosan. Hozzá képest a fiatal kollégák késnek. És akkor ilyenkor szoktunk szólni, hogy ne haragudj, azért egy Mikó István, egy idősebb színész, itt van pontosan, tehát késel 10-15 percet, nem veszed a fáradtságot, hogy telefonálj, hogy esetleg elnézést, de forgalmi dugó, vagy lerobbant a villamos, vagy nem tudom, hogy jutok oda, mert éppen valami közbe jött. Vagy későn indultam, elnézést a késő, de elnézést se kérnek. Mondom, itt van egy országos hírű, tehetséges művész, Mikó István, de késel. És vagy ehhez 24-25 éves.
és még elnézést se kérsz, és hogy nem tudod megtanulni, hogy a profizmusnak, pontosan, ahogy az Ibolya mondta, van egy olyan oldala, hogy komolyan veszem, amit csinálok, ha nekem időre, akkor én időben ott vagyok, és nem úgy vagyok időben, hogy egy próba 10-kor kezdődik, és én 10-re esem be, hanem fél 10-re ott vagyok, lepakolok, előveszem, átnézem, fölkészülök, meg átöltözöm, ha kell, és 10-kor úgy indulok be a színpadra próbára. Meg a többieket. Tehát nem akkor kezdek el vakarózni, hogy jaj, még kávét is kéne innom, jaj, meg egyek egy zsemlét, jaj, meg el kell mennem még toalettre, úgy finoman fejezem ki magam, vagy ezt kell, vagy azt kell. Nem, az nem 10-kor, a próba 10-kor kezdődik a minden egyebet, előtte kell beosztani a magának, az embernek lehet, a fiatalok nem tudják beosztani. Az én párom, a Mikó István annyira pontos, és annyira ő nálunk a naptár, hát mindent pontosan tud, fölír, komolyan veszi. Például annyira komolyan veszi, és odafigyel a barátaira, például a Rátonyi Hajné, aki egy nagyon jó barátnőnk, neki június 10-én van a születésnapja. Hogy tavaly az én drága párom, hogy nehogy lemaradjon, fölhívta május 10-én. Hát, és boldog születésnapot kíván. És erre mondta a Hajné, hogy tehát Pisti, hát nekem június 10-én van a szülinapom. Nem késett el vele. Azt mondja, igen? Egy hónapot ugye elsiette előrébb. Azt mondja, nem baj, akkor én vagyok az első, aki fölköszönt. Ja, ez már túlzás. Nem akarok lemaradni. Ez egy nagy hónapban. Nem, akkor elnézte, de tényleg, Ibolya, te mint protokoll szakértő, illik korábban felköszönteni? Korábban nem illik felköszönteni, de a protokollban egyébként, amikor munkám volt a protokoll, ugye, hogyha valaki korábban jött, bár az sem illik. Ugye 2-3 percre jöhet korábban, de sokkal nem. De hogyha valaki úgy, az a reptérről pont úgy jött, vagy az előző program, szóltak, hogy figyelj, mert 20 perccel korábban jön, és akkor én kiszámoltam, hogyha ezen a kapu jön be a parlamentnél, hogyha 15 percet kell eltölteni vele, akkor merre menjünk, kupola, hol forduljunk vissza, hogy addig házat néztünk, mindig megmagyarázta. És az amerikai nagykövetség tanácsosa volt így egyszer, hogy neki is ugye korábban jött. Hát mondom, nézzük meg a parlamentet, azt mondja, hát ő már látta körülbelül 32-szer. Mondom, hoppá. És a pincét látta már. Azt mondja, azt nem. És levittem a pincébot a csövek között, aha, meg ízé, meg mind, fújt a gőz, mint egy science fiction-ben, elájult, teljesen, teljesen, olyan boldog volt. Idegen vezetés. Az azért kellett, mert tudod, amikor ilyen a munkám, az volt a munkám, amikor beül az illető, a miniszterelnök, vagy bármilyen nagy állami vezetőt, hogy ott az ország javára döntsön, az kell, hogy ő kellemes hangulatba kerüljön oda be. És akkor ezt így intéztem el. Egyébként most rengeteget előadásokat tartok üzleti életben, banki világban sokat, hál' Istennek, hogy kérdezgetnek. Ott is mindig azt mondom, hogy ők azért nem késhetnek mondjuk egy pénzügyi szolgáltatótól, mert ha késik, akkor az ügyfél azt mondja, hogy ha késett, akkor ellopja a pénzemet is. Tehát a bizalmatlanságot fogja ezzel megteremteni. Tehát ennek nagyon-nagyon fontos szerepe volna, és nem volna szabad megengedni, hogy amikor akar, hogy egyik egyetemistám, mert már nem mertek bejönni, ha késnek, akkor már toporogtak az ajtóban, meg rákogtak ki, meg minden, és én mondtam, hogy jöhetnek. Volt egy fiú, aki azt mondja, hogy hát ő egyszerűen nem tud fölkelni. Mondom, beteg. Szóval nem lett az ő szülei művész emberek, és elfogadták ezt tőle. Mondom, gyerekem, akkor menjél egy olyan főiskolára, ahol tanulsz, mondjuk szobrászot ott, vagy mit tudom én mi, ahol nem kell fölkelni. De ott a közgázra jársz, a minimum, hogy ezt tanuld meg. Úgyhogy mindig ilyen szemekkel jelent meg előadásomban mindig reggel, hogy ő azért csak oda jött. Hát, egyébként nagyon sok olyan helyzet van, ugye, amikor percnyi pontossággal kell megjelenni valahol. Tehát, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy kések. Melyek ezek a helyzetek? Mindegyik. Mindegyik? Mert én talán rosszat kérdeztem, mert én azt figyelj, mondom, mindegyik. Mert én most például arra gondoltam, hogy egy esküvőre például nem kések el. Egy vállópernél megint nem kések el. Egy üzleti tárgyalásról nem kések el. Fodrászhoz nem kések el, mert akkor a következő vendégnek kell várakozni miatt. Nem, most nem erre gondoltam, akkor rosszul tettem fel a kérdést, mert azért vannak olyan helyzetek, amikor ugye van a megengedett késés fogalma, mondjuk egy lakásavató parti. Álló alkalmak, tehát állófogadás. Na. Laza házi buli, ami nem asztalhoz kötött, mert ha vacsora van, akkor neked időben ott le kell ülnöd. De álló alkalom, akkor késhez. Tehát ezért mondom, van, de ez is olyan, hogy annak is van egy ilyen szűk határa, tehát negyed óra múlva már elkezdjük az állófogadást, tehát pohárköszöntő minden, tehát ott se lehet akármennyit. De maradjunk annyiban, ne vezessük félre a nézőinket, sehol.
maradjunk ennyibe. Ilyen egyszerű. És maradjunk ennyibe. Én azt gondolom, hogy a forgalmat is nagyon kevés kivételtől bele lehet számítani. Hát tehát egyszerűen tudjuk, hogy most akkor a Moszkva teret, vagy ahogy most lánykori nevén Moszkva teret lezárták, akkor pontosan tudtam, hogy fél órával előbb kell, ha kocsival indulok. De van a telefonszám. De van telefon, de mondom, ez a mai nap, ez annyira, még mondták is, hogy nem kell 5-6 percért telefonálni, de engem megnyugtatott, mert én szeretek ott lenni fél tízkor a fogorvosnál. Nem csak azért, mert utána rohantam más helyre, és akkor ez a mai találkozó már a harmadik, ahol pontosan meg kell jelenni, mert ugye smink, meg adásidő, felvételi idő, nem. De igen, ez a saját magam megmutatása is. És én mondom, ez az esernyő effektus. Ez véd engem, és akkor még oda is értem. Ez már egy bónusz. Egyébként mondtad a fiatal színészeket. Tehát duplán, ez egy dupla vétség. Először is késik, már az se jó dolog. Utána nem kér elnézést. Igen. Szóval ez egy dupla vétség. Vagy nem telefonál közben, hogy késni fogok 5 percet, 10 percet, bocsánat, nem csak egy udvariatlanság, hanem kettő is rögtön. Hát igen. Azért, mert ők az időt valahogy teljesen másképp kezelik. Meg én mondom, hogy az álló alkalomnál, de mondjuk nektek majd van ma este mondjuk egy ilyen grillpartitok. És tudod, hogy 8-ra jönnek az rokonok, szomszédok, mit tudom én mi. És akkor te 8:30-kor a bepanyolod húsit viszed oda, hogy akkor kb. 8-ra ez kisül, 8:10-re, és nem jönnek meg csak 9-kor. Hát akkor azt mondom, ahogy mondta Sobri Jóska bácsi, zsíros kenyér, igen. Mert ezt kapjátok. Na Ibolya, tudod, hogy én mit utálok? Amikor mondjuk azt mondom, hogy 6 órakor van egy lakásavató nálam, és 6 órától nyitva van az ajtó. És azt én nagyon utálom, hogyha valaki odajön 6 óra előtt 10 perccel. Hát sajnos ilyen is van, igen. És én úgy éppen elkészülnék, és igen. Magamat már nem tudom rendbe rakni, mert már nyomja valaki a csengőt. Nem illik. Ilyenkor az a metabeszéd, hogy jaj, de jó, hogy ilyen korán jöttél, ülj már le, nézd meg, hogy nem borul le fel a széltől az a pohár, mert én megyek, rendbe szedem magam. És ott hagyod. Ez engem már idegesítene, mert akkor már kényszerítve érzem magam, akkor tehát akkor már nem kényelmes készülődés, mert én megmondanám, hogy korábban jöttél, drágám, nem baj, olvasgassál, én még addig fésülködöm. Általában, hogy mi is, akikkel összejárunk, azok barátok. Tehát, hogyha most 6 helyet, 3 helyet, 6-kor esik be az első baráti házaspár, akkor mondjuk, jó, gyertek, csücsenjetek le, kértek valamit inni, jó, mindjárt jövünk, mert még megyünk a konyhába, mert minden. Úgyis barátok, tehát régóta, tehát idegeneket azért mi nem szoktunk hívni. Mm-hmm. Tehát azért mondom, hogy olyanokat nem látunk vendégül, akiktől kínosan éreznénk magunkat, hogyha hamarabb érkezik, és átruházzuk a kínosságot, hogy ő érezze magát kínosnak, hogy hamarabb érkezett. Tehát ez embertől is függ, tehát a baráti körben megengedhető, de idegene nyilván nem. György, felkészülvén a mai beszélgetésre, ugye mondta a később 3 típusát. Bizony, nagyon jó, ez nagyon tetszik. Ez a Szendi Gábor nagyon tetszik, ez a Szendi féle három kategória, és mondta, hogy a társadalmi vagy egyéb különbségek miatt. És eszembe jut az én áldott emlékű nagyanyám, aki, hát ki mit hozott horról, egyébként annyira benne van. Ez most nem a késéshez, hanem a társadalmi különbségek fitoktatása esetleg ehhez a témakörhöz. Mindig azt mondta, hogy kislányom, egészen kicsi voltam. Ha bemész valahová, egy üres szobát találsz, és ott van egy kutya, akkor vakkantsd el magad. Ez soha nem fogom elfelejteni. Aki belép, az társadalmi rangtól függetlenül bejön a miniszterelnök, és ott a takarítónéni, mert még takarítja a portak. Azt mondja, hogy jó napot kívánok, igen. Vagy jó napot illik-e, vagy mond valamit. Mindegy, vagy akkor legyen. Igen, de ezt egy nagyon-nagyon megjegyeztem. Igen. Tehát és sokat van, számít. Ami szintén gyakorlat, hogyha olyan helyre mégy mondjuk egy meghallgatni egy előadást például, és ne adj Isten elkéssel, akkor ne kérj elnézést, csak kicsit késtem a buszon, hanem akkor nagyon csöndbe le kell ülni egy nagyon szabad székre, mint a színháznál is. Tehát nem kell, az a szörnyű, amikor benne vagyok egy lendületbe, és akkor jön valaki, hogy hát, üljön már le! Igen, Ibolya, de hogyha ő fitoktatni akarja, hogy ő kicsoda. Akkor és itt van a szegény ember, aki figyelem hiányos, és azt akarja, hogy te nézzél rá, hát akkor neki muszáj. Hát én meg megmondom azt neki, hogy üljön már le. Én is megmondtam a minap, és ez nem a késedelmes, hanem a viselkedéshez, de csapongani muszáj, mert ez is nagyon fontos.
moziban voltunk kora délutáni előadáson a lányommal, és hát egy nagyon érzelemdús filmnek néztünk elébe, aminek ugye megy az első néhány jelenet, amiközben ugye jön a stáblista, a főcím, az alcím, uh-huh. mindenféle, de már a zene, már én abba a hangulatba akarok igen. kerülni, mert én, bocsánat, azért ültem be 5 perccel előbb, hogy ott legyek, igen. És akkor mögöttem egy egész liba csapat volt, olyan korombéliek. Szóval nem éppen 16 évesen. Nem a tinik. Nem a tinik, és látszott, hogy ez egy baráti társaság, akik ebéd után beültek, és akkor beszélgettek 2-3 fős csoportokban, pont a hátunk mögött, a következő sorban. Azt hittem, hogy beleörülök, mert akkor én nagyjából tudtam, hogy miről szól a film. És na hát, úgy oldottam meg, mert nem mindent lehet, csak nem mindegy, hogy hogyan. Tehát ez a hogyan tipikus esete. És én először még udvariasan, még tudjátok, fél homály, tehát még láttuk egymást, és többször jelentőség teljesen hátranéztem, de nem pofát láttam, csak hátranéztem. És a harmadik metakommunikációs jelnél, amikor már harmadszor nem minden pofavágás nélkül fordultam hátra, még mindig sutyorogtak. A legborzasztóbb, amikor kizökkentik az embert abból a nagyon finom, akkor én már sodródtam a zenével. És akkor azt mondtam, hogy... Hölgyeim, igen, aztán nem lányok, hölgyeim, nem lehetne a beszélgetést odakint folytatni, én moziba jöttem, elég sokat fizettem érte, szeretném élvezni a filmet, tehát még csak a főcím, meg mondom, a hangulata már itt van a teremben, és erre elhallgattak. Ez nagyon jó, úgyhogy ez volt. Nem akarnának kint beszélgetni, inkább nagyon igen, jó volt. Igen. Na most akkor én kénytelen vagyok visszatekerni titeket, meg visszacsábítgatni a késéshez, mert már nyilván mindenhonnan, mindenhová el lehet jutni. És miután most már az utolsó 5 percnél tartunk, akkor arra lennék kíváncsi, illetve hát tulajdonképpen szinte tudom a válaszatokat előre, de hát mégiscsak felteszem a kérdést, hogy a késünk vagy ne késünk, erre tudom a választ, mert kórusban mondjátok, hogy ne. De mit tanácsoltok azoknak, akik mondjuk notórius késők? Maradjanak ilyenek, vagy próbáljanak megváltozni? Anikó. Igen, akkor kezdem én. Húzzák föl hamarabb az órájukat például. Most arra gondolok, hogyha nekik el kell jutni mondjuk A pontból B pontba adott időre, mondjuk 18 órára, akkor ne 5-re húzza föl a figyelmeztetőjét, hogy el kell indulnia, hanem akkor húzza föl 4/5-re, és akkor még mindig belefér az a csúszás, hogy jaj, még nem készültem el, és még a tükör, jaj, még ez a pici, és elindul, és talán odaér. Kivéve, ha nem a mágikus kategóriába vagy tartozik, ez az egyik, mert vagy, nekem is van 3. Nekem is van 3, ez az egyik. Na, hogy húzza fel hamarába a figyelmeztetőjét. Hogyha nem tudja ezt koordinálni. 2. Ne azzal próbálja meg fölhívni magára a figyelmet, hogy késik egy rendezvényről, vagy bármiről. Na, mit csináljon? Mert ez negatív hatást kelt ki, tehát ő pont azt akarja, hogy figyeljenek rá, de azért nem ez szimpatikus figyelem lesz, tehát nem azt éri el vele, hogy őt most megszeretik, hanem éppen azt mondják, hogy legközelebb nem hívjuk, mert ez mindig késik. Tehát ez egy negatív dolog, hanem inkább próbáljon meg olyannal kitűnni, ami pozitív. Tehát olyat találjon ki magának a késés helyett, ami mással figyeljenek föl rá, ne emiatt. Ez az egyik, a harmadik, mert nem tudom. Azt elfelejtettek közben. Nem, csak nem volt ez több. Hagyom a többieket is. Értem. Én azt mondom, hogy aki tudja magáról, hogy ő elkésős típus, és ne adj Isten, ez még zavarja is, mert bántja is, az üljön le saját magával, és beszélje meg, hogy nem szabad elkésni. Saját magát kell meggyőznie arról, hogy ez nem egy erény, hanem egy hiba. Mert aki azt nem látja be, hogy őt most hibázott, azt nem lehet rábeszélni. Na de Ibolya, ha ő ezt nem hibának tartja, hanem azt mondja, hogy én akkor az vagyok, hogy én ezt megengedhetem magamnak. Hát... Na, annak mit mondasz? Fogadjon egy protokollos magam elé, aki mondjuk megböki, hogy hány óra van, bár akkor sem mindig használ. De nem, ezt nem tudom. Ez olyan dolog, hogy... Büdös a szám, hagyjam így, vagy ne. Tehát ez annyira, az én szempontomból ez a késés dolog, ez nem megbocsátható, és ez döntés kérdése.
Igen. Hát mondjuk mi ilyen kőkemény racionalitással, de azért másféle dolgok is vannak. Aki engem is tudja, hogy én ezt mindenütt ezt mondom. Ila. Tehát én nekem én, nem nagyon... Én nagyon praktikus jó tanácsom van, mert most tettem elő az agyamnak ezt a tipadó részét, hogy mit is mondjak. Én azt gondolom, hogy aki meg akar változni, aki nem akar, hát szóval én arra nem nagyon, annak nem tudok hát jó tanácsot adni. Jónak, hát akkor hát neki nem tudok tanácsot adni, de akit zavar, az kezdje kicsiben. Én úgy gondolom, hogy lépésről, tényleg step by step, ugyanis, és ne élesben próbálja ki, tehát ne ott próbálgasson, hanem mondjuk elmegy a piacra, tehát is apró hétköznapi dolgok, hogy most elmegyek a piacra, most elmegyek a gyerekért az iskolába, óvodába, bölcsődbe, mindegy, ahová mehetek tólig, akkor határozza el, hogy akkor ő most minden nap 4:30-kor elindul a gyerekért, vagy 5-kor, vagy bármikor, tehát előtte egy 1/2 órával, határozza el, és próbálgassa magát nem éles helyzetekben. Tehát most, hogy a piacra mikor ér ki, az mondjuk, ha az egész délelőttje szabad, akkor na hát bármikor. Akkor próbálja meg, hogy akkor én 10-kor ott leszek a piac bejáratánál, 4:30-kor ott vagyok a gyerekért az óvodában, akkor 7-kor elmegyünk kávézni a párommal, igen. Jó, de akkor beszéljük meg a rendezvút, és akkor menjünk 7-re oda. Még egy, hogy a gyereket is már úgy kell nevelni, mert a gyerek, hogyha van diplomája, 1-2-3 diplomája, és elkezd dolgozni valahogy, arról híresül el, hogy az új, aki mindig késik. Nem fog kapni egy komoly megbízatást, mert megbízhatatlan. Tehát ez ellen kell tenni, tehát ez nem megbocsátható, ez nem orvosi eset, ez egyszerűen agyilag kell átállni valakinek arra, hogy most akarok korrekt tenni, vagy nem akarok korrekt. Én azt gondolom, hogy ez volt a végszó, igen. Méghozzá nagyon jó végszó volt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy Szabó Anikó, Görög Ibolya és Bájer Ilona itt volt velünk, és igazán sokat nem tennék hozzá, esetleg annyit, hogy a notórius későkkel úgy sem tudunk mit csinálni. Akiben van hajlam, az kapott jó tanácsokat, hogy hogyan változzon meg. Az eleve késő környezetének pedig nagyon sok türelmet és empátiát kívánunk ahhoz, hogy el tudják őket viselni. Köszönöm, hogyha velünk tartottak, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. Ha nem késnek. Békirágy Györgyét a Karizma Style öltöztette. A divatos nő egészséges, sikeres és boldog. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott, egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel.